eltitkolt célunk, hogy a gyerekeket egy kicsit közelebb hozzuk ehhez a kemény férfias sportághoz. Mátyás Gábor a Dunaferese birkózó szakosztályának szakmai igazgatója nyitotta meg az egyesület bemutatóját, amelyet a Gurics György birkózó centrumban tartottak meg. Az óvodások számára a klub heti egy alkalommal szervez rövid 30 perces foglalkozásokat. A birkózó szőnyegen rengeteg olyan gyakorlatot lehet csinálni, ilyen természetes gyakorlatokat, amiket egyébként kemény talajon kellemetlen vagy nem túl élvezetes. És ezeket a gyakorlatokat itt a birkózó szőnyegen ezek a gyerekek nagy élvezettel és örömmel csinálják. Érdekesek, különböző utánzó gyakorlatok vannak, állatokat utánozzák, különböző természetes gyakorlatok, kúszások, mászások, ugrások, társas gyakorlatok. A Dunaferese birkózó szakosztálya a Magyar Birkózó Szövetség sporták fejlesztési programjának részeként az ősz folyamán 4 óvodában indította el ingyenes képességfejlesztő foglalkozásait a nagycsoportosok részére. A cél, hogy a birkózó szőnyegen végzett játékos gyakorlatokkal megszerettessék a gyerekekkel a mozgást, fejlesszék koordinációs képességeiket. Ilyen kis játékos vetélkedő lesz az egész. A lényeg az, hogy a gyerekek itt jól érezzék magukat, ismerkedjenek a helyjel, a birkózó centrummal, a birkózó szőnyeggel, az edzőkollégákkal, és nyilván nem titkolt cél, hogy későbbiekben majd, amikor már nagyobbak lesznek, akkor ne idegenkedjenek ettől a sportáktól, hanem mint már egy ismert valamit esetleg komolyabban ki is tudják próbálni. Mátyás Gábor hozzátette, a későbbiekben szeretnék bővíteni a Dunaferese birkózó szakosztállyal kapcsolatban álló óvodák számát, hogy a jövőben még több gyermek ismerkedhessen meg a sportág alapjaival. Ezzel az edzéssel azonban nem értek véget a foglalkozások a Dunaferese legfiatalabb birkózói számára. Az óvodás korosztállyal továbbra is heti egy alkalommal foglalkoznak az egyesület utánpótlás edzői. A DSTV híradóját Moró Dávid tudósította.